Gyuri, ismét sikerült 6 gólt szereznünk, és ismét begyűjtöttük a 3 pontot. Te hogyan értékelnéd a csapatot teljesítményét a mai mérkőzésen? Mérkőzés előtt az volt az érzésem, hogy kicsit kényelmesek vagyunk, és ez be is jött, mert az első 10 percben szerintem nagyon-nagyon rossz megoldásokat választottunk. Rutinból próbáltunk játszani, aztán ezen átestünk. Kicsit gördülékenyebb lett a játék, gólokat is lőttünk. Időszakosan jól játszottunk, inkább ezt mondom erre a mérkőzésre. Mondjuk voltak szép támadások, szép gólok is, úgyhogy nem lehetünk elégedetlenek. Említetted, hogy az első 10 percben picit kényelmes volt a csapat. Most, hogy jönnek a jobbnál jobb eredmények, mennyire aggódsz amiatt, hogy egy picit lehet, hogy ez rossz kifejezés, de hogy elszállnak maguktól a fiúk, és mennyire lesz nehéz őket a földön tartani? Hát azért vagyunk itt, hogy ez ne történjen meg, úgyhogy benne van, hogyha elengednénk a srácok kezét és ünnepelnénk magunkat, ez rossz út lenne. Én azt gondolom, hogy a földön kell járnunk, jól kell kezelnünk az ilyen 6 gólos győzelmeket, vagy 5 gólos győzelem most jelen pillanatban. Én azt gondolom, hogy rendben lesz ez. Most először kezdett a csapatban Csenterics. Mennyire voltál elégedett a teljesítményével, és mi volt az oka annak, hogy most őt tetted be a kezdőbe? Hát próbáljuk építgetni a fiatal kapusokat, ugye a Balázs is védett egy pár mérkőzésen, még majd biztos fog is, és a Csenterics is most fölépült, már védett a tartalékba 2-3 meccset, eljött az idő, hogy megadjuk neki a lehetőséget. Szerintem szép jövő előtt áll, de hát még azért van egy pár lépcsőfog, amin át kell haladnia. Az első néhány forduló után említetted, hogy nem járattuk elég gyorsan a labdát, ehhez képest most a 6. gólunk az kifejezetten szép volt, és kifejezetten gyorsan járt a labda, ez mennyire tetszett, illetve mennyire szeretnéd ezt látni a gárdától? Hát nyilván mindannyian ezt szeretnénk látni, a szurkolók is, én is, hogy egy érintőbe, egy-két érintőbe pikpak menjen az akció. Ez benne van ezekben a játékosokban. Nyilván a fiataloknak ez még nem olyan gördülékeny, még az egy-két érintős játék az nehezebben megy, de azt gondolom, hogy több játékos benne van ebbe a csapatba ez a fajta játék.